van az úgy, hogy az ember néha túltolja a munkát, és hát bizony tönkre mennek a szerszámok. Ez egy év alatt a második kis akkus csavar behajtom, ami tönkre ment. Hát egy picit meg lett erőltetve, és hát így vettem ki a készülékből a fogaskereket. Bizony ez így eltört. Működik, csak már használni nem lehet. Ez azért érdekes, mert jó, persze, oké, okay, no name, Ferex, nem tudom micsoda, 15-17 euró volt. Egy kis táskában extra bitfejekkel együtt, ami azért, valljuk be, nem rossz teljesítmény ennyi pénzért. Azt megelőzően vettem ezt a Toolson nevezetű kütyüt. Szándékosan vettem ilyen olcsót, mert a drágábbak, mondjuk ilyen Bosch meg ilyenek, azok ilyen 100 euró környékén vannak, és hát igazából teljesítményben ugyanezt tudják, akkukapacitás ugyanez. Nagyjából a kiegészítők is hasonlóak. Na most, ez kevesebb, mint egy év alatt ment tönkre, ennek az aksia ment tönkre, illetve a ravasznál eltört valami, és már nem lehet visszarakni bele a rugót, tehát nincs ellenállása a gombnak, így gyakorlatilag egy egész picit az ember megnyomja és már megy. Viszont ugye kicseréltem az aksit és most működik, sőt egy picit nagyobb teljesítményt is tettem bele. Hát a töltésvezérlő elektronikája nem biztos, hogy ez díjazza, viszont azóta is működik, és már nagyjából fél éve így használom, viszont elég sokat használom, és hát nem baj, hogyha kettő van, ezért is vettem ugye ezt, ami persze tönkre ment. Mondanom se kell, hogy tehát ritkán nem csalódom cuccokból, amiket veszek, mert vagy nem úgy működik, vagy nem úgy néz ki, mint ahogy ezt a leírásban szerepel, vagy a fotóján szerepel, vagy ilyesmi. Így hát igen, elég gyakran csalódom az adott termékekben. Úgyhogy, mivel ezek, hát ugye nem sokáig, ez biztos, hogy nem sokáig fogja bírni, ez a zöld ugye ez ennek annyi, így hát rendeltem egy újat, szintén nem a felső polcról, hanem a második legolcsóbbat, mondhatom így, 20 euróért sikerült. Hát a fotója alapján nem volt túl bizalomgerjesztő, viszont olcsó, van hozzá szintén bitkészlet, bitfejkészlet, és hát a teljesítménye alatok jónak tűnt, aztán megkapta ezt. Ugye Matrix, Neo, szóval aki látta a filmet, az tudja, hogy mi ez. Az első Matrixot nagyon kedvelem, az egy tök jó film, csak aztán valahogy elkurvultak, nem tudom, mindegy is. Na most a leírásban körülbelül annyi szerepelt, hogy van ez a cucc, meg van hozzá a bitkészlet, és csá, ennyi. Ez a piros csak egy sima, egyszerű, eldobható csomagolásban volt, semmi extra. Ez már egy kicsit komolyabb cucc volt, ez egy ilyen kis, nem tudom megmutatni, mert nem találom, nem tudom, hogy hova tettem, mindegy. Ez egy ilyen cipzáros kis tokban volt, viszonylag minőségének tűnt. Na de ez. Tehát eleve mint valami drága telefont az ember megvesz. Ez például ilyen dombornya volt, ez a Neo felirat rajta. A Matrix is érezni, hogy fú, nagyon jó. Aztán kicsusszantom a csomagolásból, és egy ilyen full exkluzív matt fekete, kurva jó minőségi érzetet keltő doboz, amiben próbálom úgy, hogy lássatok valamit, kinyitom, tadá, ez mi? Hát, egy csavarbehajtó így, ilyen szivacsos tokban, ez micsoda? Mint a régi, volt nekem ilyen telefonom, Samsung például, ja és... Ha! Rúgós! Benne a bitfejek nyilván nem minőségi, de nem probléma, mert... Van, bőven, szóval...
nem gond. Utánpótlás, az... az van. De hogyha ez még nem lenne elég, akkor van ilyen is. Meg ilyen is. Szóval... azt hiszem bitfejből nincs hiány. Úgyhogy nem probléma, hogyha rossz minőségű és mondjuk elkopik, eltörik, elvesztem, stb. Mert van körülbelül 200 darab, meg még van egy készlet. Hopp, kipottyant, semmi gond. És van még egy készletem valahol. Tök mindegy. Szóval nem baj, hogyha nem minőségi a készlet, mert van. Viszont ez a tok, ez valami parádés. Akkor menjünk tovább. Van itt egy USB töltőfej, ami 1 amper töltést tesz lehetővé, ami azért nem rossz, tehát viszonylag hamar fel tudja tölteni. Figyelem, itt van hozzá a kábel. De nem akármilyen kábel. Ugyanis. A készülőkre majd később visszatérünk. A lényeg itt van. Igen, ez egy átalakító. Ugyanis USB-C. USB-C töltőkábele van a csavarbehajtónak, ami ez. Mellékeltek egy átalakított normál USB-re. Szóval a telefon, amivel ezt a felvételt készítem, az egy Huawei Mate 20 Pro, ami amikor piacra dobták, egyáltalán nem volt olcsó telefon, tehát 800 euró környékén volt, ahhoz nem adtak ilyet. Egyszerűen nem értem. Aztán mi van még itt? Ja igen. Egy kis cipzáros szütyőke, amiben lehet vinni a kis cuccot, ha megyünk. Kezelési útmutató nem érdekes. Figyelem, megőrülök. Gumis, kemény, de gumírozott, csúszásmentes markolat. Egy darab ravasz, de nagyon dizájnos, tehát azért elég jól néz ki. Tényleg elég jól néz ki. Kerestem rajta az irányváltót. Mert ugye látjátok, hogy nincs sehol egy pöcök vagy egy gomb. Ugye általában itt az oldalán szokott lenni egy ilyen kis, hogy mutassam, így. Egy ilyen kis irányváltó. Ugye ennek a zöldnek is ilyen. És akkor teker jobbra balra. Ezen nincs. Egy irányú vagy mi? Világít. Nem csak egy kis LED, mint ugye ezeken a hagyományosokon itt egy kis ledecske, vagy ugye gazdagéknál kettő, ugye látszik, nem, nem. Itt bizony körben, és nem is gyenge fényerejű, de még mindig nem tudjuk, hogy hogy lehet az irányt változtatni. Hát ők mindenre gondoltak. Így. Itt. Érintésvezérlős, tehát ilyen kis megnyomom, hopp, kigyullad a piros fény, egyik irány, hopp, na. Bukta. Ja igen, tehát addig nem lehet irányt váltani, amíg világít. És akkor ő ezt így. Érintős. Na most ez lesz az első, ami tönkre fog menni, ebben biztos vagyok. De itt még mindig nincs vége a dolgoknak. Ugyanis, kettő darab csatlakozó van itt az alján. Ugye egyszer az USB-C, amivel töltöm hőfelségét. Ez ugye eddig világos. Akkor mit csinál a másik? Hát kérem. Fel van töltve teljesen a kütyű. Fogom a normál USB csatlakozómat ide bedugom, a másik végét meg bedugom a telefonomba, és powerbank, hogy he? Ezt ilyet én még egy ilyen olcsó tudszon? Tehát a drága 100 euró fölötti Bosch készülékek nem tudnak ilyet? Ez meg powerbank? Ez most hogy? Ez valami fenomenális. Ennyire engem még 20 eurós
bármi, nem az, hogy szerszám, hanem bármi, amit 20 euróért vettem, ennyire még nem sok volt, hogy... Mi? Szóval hihetetlen, nem térek magamhoz, hogy most akkor ez hogy. Nem tudom, hogy mennyire tartósatok, az biztos, hogy a műsor, amit kaptam ezért a 20 euróért, az valami parádés. És ennyire még soha nem voltam elégedett semmivel, amit vettem, ennyi pénzért hozzáteszem. És ugye többször említettem már, elhangzott így a videóimban, főleg az utolsóban, a grillezősben, hogy hát nem feltétlenül kapsz minőséget a pénzedért, akkor sem, ha sokat fizettél valamiért. Na most ez a cucc konkrétan rácáfolt gyakorlatilag mindenre, hiszen nem fizettem érte egyáltalán sokat, mert ez a 20 euró, ez nem sok pénz egy ilyen cuccért. Egy csavarbehajtó jött sem sok, ezért meg pláne nem, ha, hozzáteszem, ha, jó. Mert ugye azt még nem tudjuk, hogy mennyire jó, mennyire tartós, mennyit bír. Az aksi valószínűleg jól bírja, mert 4 voltos, ez 3,6 volt. Ez pedig szintén 3,6 voltos. Úgyhogy azért egy kicsit bikárnak tűnik az új. Tényleg akkor hasonlítsuk is össze, ha már így tapizom. Hiszen minden fontosabb paraméter itt van, hát igen. Azt mondja, hogy 170 per perc a fordulat, ennek 200, ami nem baj, ha gyors, ennek 220, tehát ez volt a leggyorsabb, és hát ez elég lassan teker. Viszont az apukapacitás teljesen más, mert ebben, ha jól emlékszem, egy 1500 milliamperes 18650-es aksi volt. Ezt most kicseréltem egy 2500-asra. Egy 2000-esre? Már nem emlékszem már honnan guberáltam. Volt a villanypipáim között, találtam egyet és azt forrasztottam bele. Na, nem emlékszem a teljesítményre. Ez egy 2000 milliamperes. Ez viszont egészen parádés, 7400. Tehát ez egy elég durva lehet, és akkor ebből az azt jelenti, hogy valószínűleg nem 18650-es van, hanem a kicsi duci, annak most nem tudom mi a száma, mindegy, de valószínűleg az lesz benne, vagy valami két bikább 18650-es. Nem fogom szétszedni, mert még garanciál is. Annyira azért nem vagyok rá kíváncsi. Minden esetre bíztató. Na, úgyhogy ennyi, így röviden, csak ezt szerettem volna megmutatni, hogy nem minden szar, ami olcsó, és nem minden jó, ami drága. Kellemes hétvégét, szevasztok!